Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig itt a veganblog.hu. Ma virágmintás lelkemet fogom nektek kitárni, méghozzá egy nagyon-nagyon izgalmas étel elkészítése kapcsán. Ezt jól elmondtam virágnyelven, de bővebben annyit, hogy azért a magyar konyhában mi mindent kirántunk, bundázunk, hát most akácot, illetve boccát fogunk ilyen formában elkészíteni, és garantálom nektek, hogy fantasztikus ez, gyors és egyszerű. Ne feledkezzek el ezekről a csodálatos termékekről sem, ezek a Sinoplazán egy német prémium minőségű cégnek a termékei, és mi ezeket használjuk, nem csak növényi étrenden élőknek, nagyon hasznosak, algaolaj, B12, mikrobiomjavító, vas, és még sokan mások. Nem utolsó sorban a könyvekre is azért essen szó. 4 darab receptes könyvünk van, csupa-csupa finom vegán recepttel. Ha még esetleg nem ismeritek, itt az ideje, hogy megtegyétek, illetve vásároljátok meg. Na, ennyit erről, kezdünk mindjárt! A YouTube-on a vegán blog felirat alatt, ahol az a menüsor van, amiben a megosztás is van, egyébként egy picit balra elhúzzátok, ott van egy köszönet gomb, azt megnyomva szintén tudtok bennünket támogatni. Előre is köszönjük! És már itt is vagyunk, mai bundás vagy rántott bodzánk, illetve akácunk. Egyébként nem a tradicionális recept szerint fog készülni, tehát nem olajban sütjük, ezzel mi úgy gondoljuk, hogy egészségesebb is lesz. Gluténmentes lesz, és néhány alapanyagból készítjük el, és tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Na nézzük is a hozzávalókat! Mire varjunk gombot, vagy készítsünk neki bundát? Egyébként tudjátok, az összes dolog, ami szükséges az ételénk elkészítéséhez, az a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Na hát ezeknek a sora most nagyon-nagyon rövid. Kezdjük ugye a bodzával, frissen szedett, illetve az akác is nagyon fontos, már ha azt is szeretnénk enni. Édesítőt fogunk használni hozzá, illetve vanília kivonatot. És egyébként a palacsinta tészta is nagyon fontos része az életünknek. Mi most Safi termékeit fogjuk használni, és ha már Safi termékeit, amikor tudnotok kell, hogy mi ezeket használjuk, és jó szívvel ajánljuk nektek, próbáljátok ki ti is. Vegán blog tippjeink következnek, ejtsünk először néhány szót a virágjainkról, ugye a bodzáról és az akácról van szó. Mind a kettő egyébként ilyen kellemes, enyhe aromájú virág, és egyébként jótékony tulajdonságai is vannak, mint például lázcsillapítás, illetve gyulladás csökkentő is, ez mondjuk a bodzára különösen igaz. És ha az elkészítésnél még pár dolgot említhetek, így van, érdemes frisset szednetek, jó, tehát még ne legyen nagyon kinyírva, illetve ne legyen már elvirágozva, ne az autópálya mellől lehetőleg, tehát ne szennyezett helyről szedjétek, vízzel azért érdemes lejobbítani, bogarakat leszedni róla, és a vizet utána lerázni, szerintem nagyjából mindent elmondtam, tényleg nem bonyolult. A palacsinta tésztáról is beszéljünk, mi most a Safinak ugye ezt a tekerhető hajdinás palacsinta tésztáját fogjuk használni, de használhatok persze bármilyen mást is, vagy a már megszokottat otthon. Ha azt használjátok, akkor arra figyeljetek, hogy egy picit sűrűbb legyen, mint általában jó, hogy ez szépen rá tudjon tapadni a virágjainkra. És az édesítés, mi most a 4-szeres erősségű édesítőszerrel, Safi édesítőszerével fogjuk elvégezni. Azt tudjátok, hogy ez sárga lámpás, a tényé szerint hivatalosan datolja a paszta kellene, de én azt gondolom, hogy a palacsinta tészta, vagy illetve azt gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet lenne. Első feladatunk a palacsinta tészta bekeverése lesz, mégpedig azért, mert annak kell egy kis idő, jó, szóval állni fogjuk hagyni. Pont elég lesz ez az idő nekünk arra, például, hogy ugye a serpenyőnket felmelegítsük jó forróra, és mivel ugye olaj nélkül fogjuk használni, érdemes egy jó minőségű tapadásmentes serpenyőt választanatok, mint ahogy ezt mi is tettük. Jó, úgyhogy ő forrósodik, én meg keverek. 100 g lisztkeverékre lesz szükségünk, 220 g növényi tejre és édesítőre, illetve vanília kivonatra, hát azt ízlés szerinti mennyiségben. Pár perc pihentetés után láthatjátok, hogy azért már szépen besűrűsödött a palacsinta tésztánk, és hát nagyon egyszerű lesz a dolgunk, a száránál fogva szépen bele fogjuk logatni a virágainkat, egy nagyon picit lecsöpögtetjük, és már süthetjük is. Hello. Na, most már élesben megy a játék. Láthatjátok, hogy Ákos magyar hangja Dóri, illetve magyar karja Dóri. Tehát nem az én kezemet láthatjátok, és egy apró trükköt felfedeztünk, illetve megvalósítottunk. Mivel mi ugye nem olajban főzzük, vagy sütjük, ezért ugye a középső erős szárat kivágtuk, és csak ezek a kis oldalsók maradtak meg. Azért, mert hogyha megfordítjuk, ami hamarosan megtörténik, akkor jól át tud sülni a másik fele is. És jöhet az akácos út is, vagyis süssünk néhány akácot is.
Hivatalosan, vagy általában porcukrot szoktak ugye rászórni, de hát természetesen ezt mi most nem tesszük. Lehet egyébként csokoládékrémet rátenni, vagy lekvárt. Hát mi most a lekvárt választottuk, cukormentes lekvárt. Kinézi a videó végét, játékunk következik. Tudjátok, ahol elhangzik egy kód, amit csak azt tudhat, aki végignézte a videónkat. Na, a mai kód pedig a következő. Mi van a világ vége váró pizzáján? Hát prepperoni. Prepperoni, ez a mai kódunk. A végeredmény, látjátok, tényleg nem volt bonyolult, és én azt gondolom, hogy virágba borítottam a hétköznapjaitokat, legalábbis nagyon remélem. Próbáljátok ki, mert most van szezonja, jó? Aztán elvirágzik, úgyhogy hajrá! Köszönöm szépen a figyelmeteket, kérem szépen a harangot bejelölni az értesítésekhez, illetve a köszönömöt és a kódot is a videó alá. A kóstolás ma sem maradhat el, és már nagyon-nagyon várom. Segítőtársaim is mindjárt megérkeznek. Mondhatnám, hogy virágbéke. Isteni finom. Csináljátok meg. Sziasztok! Süti? Holly? Pepe? Nincs temp.